Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvian vagyok. Szeretnék egy gyors momentummal kezdeni egy bizonyos dologról. Ugye mostanság, és senki ne vegye magára, vagy nem csak egy emberről van szó, mielőtt bárki megijed. Mostanság igencsak elszaporodott azok a dolgok, hogy bizonyos dolgokat kértek tőlem. Tehát cuccot, jangot, egyebet. És szeretném elmondani nektek, és mindenkinek más volt a válaszom, mert mindig más az indok, de azt értsétek meg, hogy amikor én bárkitől bármit kapok, ugye azt ti ajándéknak szánjátok, és én pont emiatt nem fogadok el egyébként senkitől semmi nagy dolgot, nem fogadok el tőletek pénzt, meg ilyesmiket, hogy tőlem se kérjetek hasonlót egyébként, és azzal próbálom meg kárpótolni ezt az egészet, hogy én tőletek kapok dolgokat, de viszont én nem adok nektek úgymond, amikor kértek, hogy nyereményjátékokat tartok. És ugye az ilyen nyereményjátékoknál én általában azért próbálok nagyon-nagyon értékes dolgokat kisorsolni, lehetőleg minél több embernek, és így tovább, és így tovább. És kérlek, hogy elégedjetek meg ezzel, mert legtöbbször olyan dolgokat kértek tőlem, amire nekem is szükségem van, és én lelkiismeretesnek tartom magam, és nekem rosszul esik, amikor ti kértek, de vissza kell, hogy utasítsalak titeket. Viszont így van, mert azokra a cuccokra nekem is ugyanúgy szükségem van, és én is megdolgoztam érte, megküzdöttem érte, úgymond. Jó, persze, mondjuk, ha kapok valakitől valamit, és azt használom, azért maximum annyit küzdöttem, hogy videókat csinálok, mert általában ezt szoktátok mondani egyébként. Bár én a legtöbb dolgot azért visszautasítom alapvetően, de csak rám tukmáljátok a végén. Nem mondom, hogy nem örülök neki, csak pont az ilyeneknél egy kicsit olyan rosszul érzem magam, hogy... Na mindegy, ezt most így kiveséztük, nem is ez a lényeg, csak tényleg az elején amúgy ezért utasítottam vissza mindenkit, hogy ez fordítva ne forduljon elő, tehát hogy ti ne kérjetek tőlem semmit. Én a nyereményjátékokkal próbálok nektek segíteni, és kérlek titeket, hogy ezzel elégedjetek, tehát legyen ez elég, úgymond. Úgyhogy ennyit szerettem volna így rögtön. Egyébként megnézem ezt gyorsan, ezt a tűzcipőt. Ah, igen, ez a szörnyek elleni erőt adja, ez majd ilyen nekem is kell egyébként. Közben beköszönök. Aztán ennyi. No, amint látjátok a kezembe, közben vissza is cserélem a hajamat egyébként. Lejárt a hajam. Az király. Lejárt a szörnyek elleni hajam. Amint látom. Hát nem egy nagyon nagy katasztrófa, mert van még 2 vagy 3 darab raktáramba. Ugye ezt is kérdezte valaki, hogy van esetleg vari hajam. Talán Flopanet kérdezte, de azért nem adom el, és azért nem tudom odaadni senkinek, mert örülök neki, hogy így be tudtam tározni. Tehát ez a 3 darab varihaj, ez már a játék eleje óta gyűjtöm. Tehát ez azt jelenti, hogy kb. 2 hónap alatt, vagy 3 hónap alatt, ennyi varihajat sikerült összegyűjtenem, kemény 3 darabot. Ami azt jelenti, hogy ha most odaadnék belőle mondjuk 1-2 valakinek, akkor lehet, hogy megint letelik a 30 nap, és nekem már nem lenne. Tehát, de és... Persze, mondhatjátok azt, hogy most önző vagyok ilyen szempontból, de hát betározok, és ezeket külön kiemelem, hogy ezeket magamnak szereztem, tehát... Úgyhogy értitek, na mindegy, nem is ez a lényeg. Azt hiszem brósúra mondta egyébként, hogy a Phoenix íjat nem érdemes kihúzni, mert ugye nagyon drága cuccok kellenek hozzá majd, úgyhogy megfogadom a tanácsát egyébként, kaptam is tőle egy varjú acélt, amit majd, ha tudok, akkor forgatni is fogok, és akkor azt rakom majd bele a pántomba. Na mi újdonság történt? Amint láthatjátok esetleg, aki észrevette, a 3 irányú vágáson P-s lett, ugyanis megléptem a 87-es szintet. Tegnap Bicukival elmentünk fejlődni egy órán keresztül, és 84-es vagy 85-ös voltam, és 87-ig sikerült felfejlődni, kb. Olyan 40%-ig. Úgyhogy ennek borzasztóan örülök. És amit Greenbaptól kaptam, kéksárkánygyilkost, sikerült felhúznom plusz 7-ig. Azt hiszem még egyszer sem tört egyébként. Plusz 6-ig húztam föl egyébként, csak nem vettem észre, hogy színkorlátos. Jó, benéztem. Húztam, egyszer nézem, miért piros, és így rájöttem, hogy oké. Ugye, amikor tőle kaptam, akkor plusz 2-es, vagy plusz 4-es volt talán. És plusz 6-ig 100%-os sikeresség, nem is, plusz 5-re húztas 100%-os sikeresség esélye. Én nem is néztem meg, ráhúztam, puty, ez sikerült. És ugye... Nem vettem észre ezt a színkorlátot, aztán utána meg már úgy voltam vele, hogy mindegy, akkor húzom, ameddig csak tudom, amilyen fejlesztőm csak van. És akkor majd akkor felveszem, amikor tudom. Ugye plusz 7-esen 86-os szinttől lehet felvenni, plusz 8-ason már 88, úgyhogy plusz 8-ra még nem próbáltam húzni. De nagyon durva egyébként. Tehát ahhoz képest, hogy mobra van kövezve, ördög van benne, jó persze van benne 5 crit, 5 átható és 5 fél ember. Úgyhogy nagyon durva egyébként, ki is próbáltam tegnap prósúrával, kicsit emberkedtem ott neki szabadba,
Nagyon-nagyon-nagyon szép sebzése van, sokkal, de sokkal jobb, mint ugye a harakar, mivel ugye a harakarban csak AK van, de maga a támadóérték nem olyan nagy. Plusz ugye mínusz KK is van benne, úgyhogy én ezt a kék sárkánygyilkost ezt PvP-re fogom használni. Tudom, hogy nem kimondottan egy PvP-s, főleg így, hogy ugye mobra van kövezve például, de a harakardomnál így is ezerszer jobb, tehát abból gazdálkodok, ami van. Plusz szerintem rohadt jól néz ki, tehát nem tudom mennyire látjátok. Egy ilyen sárkánynak a torkából jön ki a penge, és szerintem rohadt jól néz ki, úgyhogy ez tudja, hogy maradni fog. Aztán ugye a három irányú pés lett, a kard, és szerintem más nem is nagyon történt, remélem az alkimiát nem hagytam bent. Hát mondjuk most abból van 10 óra, igen, nagyon-nagyon spórolok vele egyébként, tanultam a hibámból, tényleg belátom, hogy nagyon hülye voltam, hogy annyira elhanyagoltam az alkimiát, nagyon-nagyon odafigyelek most már, és tényleg csak is kizárólag akkor használom, hogyha 100%-ig szükség van rá. Azt nézem, ja igen, Drottennek majd adok ilyen gyűrűket, vagyis eladok majd neki. Aztán igazából ennyi. Ugye még itt vannak a nyereményjátékos dolgok. Most azon gondolkozom, hogy nem-e tartunk. Ja igen, ezt... hogy is van? Ezt a csatakardot még Flopaner adta oda, hogy Drothan ugye küldte, úgymond, sajnos ő is abba hagyta a játékot. Úgyhogy én ezt is nyereményjátékra szánom. Na most azon gondolkozok, hogy legyen-e esetleg ma egy ilyen rögtönzött nyereményjáték. Elég sok cucc van itt. Hát nem tudom, lehet, hogy tartunk egyet. Bár nem, mégsem, rájöttem mégsem. Bár aztán a franc tudja. És azt nézem, milyen cuccok vannak itt egyébként. A nagyon nagy kaliberűeket biztos, hogy valami nagyon komoly dologhoz fogom kötni, tehát a lazuló plusz 9, viharhercegi kosztüm plusz 9, kék acél, meg triton, meg méregkard, meg ilyesmiket, azokat nem fogom csak úgy ilyen bujkálással kisorsolni. Titánpas plusz 9, ez is durva. Viszont a többit viszont lehet, hogy inkább valami csomagba raknám bele, tehát nem is úgy, hogy egy-egy ember nyeri meg, nem tudom, hogy ezeket mennyire tudnák az emberek hasznosítani. Fogalmam sincs. Mindegy, lehet, hogy most sokan megharagszatok rám, de mindegy, elvetem most az ötletet. Az igen. Mennyéken karkötő plusz 9, 10 ördög, 2000 TP, 10 félember, 10 TP veszteség, meg 10 átható. Az kemény. Mondjuk... Hát igen. Ez kemény. Az enyémben nem is tudom, mi van. Az enyémben csak 20 ördög van. Tiszta gáz. Igen, már nekem is kéne egyébként egy fehér, vagy mennyékeny karos plusz 9 pont, ezt beszélgettem múltkor egy játékossal, hogy neki mit ajánlok, ugye mondtam, hogy mennyékenyet, és akkor nekem miért nem az van. Hát nekem azért nem az van, mert még a játék legesleg elején szereztem ugye a fehér arany karos plusz 9-et, azt még én csináltam egyébként, és annyira a szívem, tehát ha annyira hozzám nőtt, hogy nem tudok túltenni rajta, úgyhogy marad nálam egyelőre. No, akkor most már kicserélem a hajat. Pedig mondjuk a régi haj jobban tetszett, azt már úgy megszoktam, ez annyira nem tetszik, de hát ez van. És mit is fogok csinálni? Szerintem egyébként fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni. Ja igen, ez a másik. Most kivételesen vannak könyveim, amiket úgyis ki fogok rakni egyébként eladásra, úgyhogy mire kérdezitek már, hogy megvannak-e, addigra már nem nálam lesznek. Ez a másik egyébként, ugye sokan kérdezitek, hogy nincs-e ez, tehát nincs-e könyv, kő, meg fejlesztésem esetleg. És na erre azért nem a válaszom, ugyanis nem gyűjtöm már ezeket abszolút egyáltalán, tehát tényleg semmit. Ugyanis nem nyitogatom már ki, amint látjátok, itt vannak ilyen 100-as, meg 180 darabok vannak már belőle. Abszolút nem csinálok már velük semmit, csak eladom azokat is. Úgyhogy úgymond feleslegesen kérdezitek meg, hogy van-e ez, meg az, meg amaz, mert nincsen. Mert nem nyitom ki. Jó, na akkor el fogok menni map egyre, ugyanis van 80 darab jégkockám. Egyébként közben látom, hogy nagyon sokan írtok, csak hát most nem tudok sajnos válaszolni. Szóval nagyon sok jégkockám van, úgyhogy be fogom őket most váltani. Nagyon sok, az kemény 4 darab limonádét takar, de mindegy, az már amúgy is sok. Hozzám képest már általában ilyen 1-2 darabokat szoktam csak kiváltani. Úgyhogy meglátjuk. Ja, igen, ez a másik, ez, hogy készségfejlesztés az itt lesz most nekem örökre, hát herótom lesz komolyan. Pedig még csak most van egy napja, de már idegesít, de rohadtul idegesít egyébként, de minden nincs mit tenni, ez van.
Jó, na akkor rohanok kiváltani a jégkockákat. Azt mondja, hogy nyári event. Egyébként sok pletykát hallottam erről, bár mondjuk azt hiszem, hogy már említettem ezt a szerver, abba fog, tehát meg fog szűnni, abba fog szűnni, igen, dolgot. Mindenki mást mond már, tehát emiatt egy picit reménykedem benne, hogy tényleg csak kamu hír, ugyanis tényleg mindenki mást mond, hogy máskor fog bezárni, másokból fog bezárni, mindenki össze-vissza hadovál mindent. Jó, persze, ha igaz, akkor csak egyfajtának kell igaznak lennie, de nagyon remélem, hogy nem így lesz. De nekem nagyon megtetszett ez a szerver, és szeretném elérni a max szintet is benne, nagyon jó cuccokat, tehát mindenből a legjobbat, stb. Tehát nekem azért komoly céljaim lennek ezen a szerveren. Hát tényleg tiszta szívemből bízom benne, hogy minden hír csak kamu hír és mindenféle. Ezren írtatok már kommentbe és játékba is, Facebookon is, hogy de nem kamu hír, hanem tényleg így lesz, be fog zárni, és stb. Nem azt akarom, hogy újra felbuzduljon mindenki, hogy már pedig ez alá a videó is, videó alá is tizen írjátok azt, hogy már pedig meg fog szűnni. Tisztában vagyok, hogy nagyon-nagyon sokan mondtátok. Remélem, hogy nem igaz. Na, ez a lényeg. Na, de ezt csak azért mondtam el, miközben kiváltogattam, mert most eszembe jutott. Lássuk akkor a limonádékat. Először a női kosztümöket tartalmazható limonádét nyitom ki, amiben fehér harmat van 20 darab. Na most, mivel már nagyon rég volt foci event, ezért a harmatokkal hadilában állok, úgyhogy most borzasztóan örülök minden harmatnak kb. Tehát így kapok valamit, és akkor is megtartom, ha nem 86 perces, csak ilyen 2-3, meg nem tudom, mert minden harmat jól jön. Lássuk a férfi kosztümöket tartalmazható limonádékat. Az elsőben 8 darab kagyló, a másodikban zöld harmat, a harmadikban szintén zöld harmat van, és ráadásul 10 perces és 5 perces, úgyhogy ez nagyon király. És ilyen 20-20 darabok, bár PvP-zni nem nagyon szoktam, és ugye ez mági ellenállásos, de pff, se baj. Jó, na most ugye azon gondolkoztam, mit kéne csinálni. Én most szerintem el fogok menni, néhány boss-t megnézek. Elsősorban bemegyek és megnézem a jégbossit. Aztán elmegyek B2 végébe. Megnézem a tábornokot, kipróbálom a... tehát elsősorban azért szeretnék idejönni, hogy kipróbálom az új szerzeményt, a fegyvert. Itt is van a jégbossz, ilyenek borzasztóan örök, nagyon-nagyon rég nem voltam már itt egyébként. Közben ezt átrakom ide, felvesszük a kesztyűt, leszállunk a hátasra, előhívjuk a Razadort. Ja, meg persze be kéne kapcsolni az aurát, és akkor ha minden igaz, akkor neki kéne állni, ütni. Na, lássuk, mennyit sebzek a jégbosszorkányra, hát nagyon gyatra, 2000 körül. Van egy olyan santa gyanúm, hogy nem nagyon hat rá az ördög, mindjárt kipróbálom a harakkardot. Ja, de ezen meg nincsen aura. Hát a harakkarddal jelenleg egy olyan ezresse, 600 és 1000 között annyival többet sebzek. Úgyhogy egyelőre marad a harakkard, legalábbis itt biztos, aztán majd meglátjuk, hogy a többi helyen hogy sebzek vele. Tehát mondjuk kappa tábornok ellen kíváncsi lennék, mert a kappa ellen én, ha jól tudom, ördökkel, legalábbis nekem ez tehát rásebzek a legtöbbet, és mivel ördökből van nekem a legtöbb, ezért kizárásos alapon akkor az lesz. Nagyon örülnék neki, hogyha dobna legendás alkimiát, szeretnék kombinálni, ugyanis jó lenne egy, ugye azt hiszem melyiket tudnám, igen, a gránátokat tudnám kombinálni, nem mintha olyan sokkal jobb lehetne, de hátha. Aztán a jádét azt nem tudom, mondjuk igazából a gyémántra sincs szükségem, hát igen, ja, tehát így a jádé az egyetlen, plusz ugye rubint végülis azt se ártana kombinálni. Fogalmam sincs, mi történik egyébként a kombináláskor, azon kívül, hogy ilyen tök szép csillogós lesz, legondolom a bónuszok erősebbek benne, de ezt biztosan nem merem mondani. Na mindjárt le is verem a jégbosszorkányt, lássuk mit dob. Ja igen, a kosztüm és hajlád, azt is mondani akartam éppen, ugyanis én hülye, kidobáltam a hajaimat, amik voltak, ugyanis abban a hitben voltam, hogy ja várjatok, kipróbálom ezek ellen, melyik a jobb, a harakkard vagy a... Megpróbálom nem leütni a Seto vadászt, bár valószínűleg le fogom tudni ütni. Mindegy, kipróbálom egy másik csoporton, aztán folytatom, amit mondani akartam. Szóval a forgó kardomat rohadtul nem láttam mennyi sebzet, mert közben beleállt a hülyebb harcos. De mindegy, hoppá, na itt van, elhúzok egy csoportot, akkor vadász nézzük meg. A száguldás ma vadászban 41 ezer, bocs, nem szóltam. A forgón pedig 24 ezer, akkor gondolom crit volt. Tehát a harakkarda, vagy nem, ez a kék sárkány gyilkos, az 24 ezer a forgó. Az új csont az nem kell, az biztos, majd a többit megnézem. A titokzatosba pedig 19 ezer. Hoppá, itt van még egy ilyen vadász. Na lássuk, hogy akkor 24 ezer volt a forgó a kék sárkány gyilkossal, a harakkarda pedig csak 20 ezer.
Ugye hát maga a támadóérték az nagyobb, viszont azért sem ezek valószínűleg ekkorát a harakardalattól függetlenül, mert ugye ebben van 20 ördög, a másikban csak... Vagy hogy is van? Nem, ebben már 30% ördög van, akkor nem szóltam. Vagyis lassan 30%. Mindegy, megpróbálunk még egyet. Nincs elég MP-m, ja igen. Elfelejtettem Holder Xyr-t hozni, most már mindegy. 24 ezer, hát igen, ezekben nagyobbat sebzek. A sima ütésem az igen. Azért az se kicsi. Ilyen 4005 körül van. Nézzük meg a harakkarda, hogy mennyi. Bár igazából is úgy is a harakkardot fogom egyébként használni, csak kíváncsiság. Hát igen, azért a sima ütésem az sokkal nagyobb, természetesen egy bőven egy ezressel nagyobb. Na, akkor lássuk, mit tartunk meg és mit nem. A solyompajzs az jöhet, a jéggöm sima jöhet, mert ezt nem tudom, hogy esett, ja, valószínűleg a jéggólemektől. Ez nem kell, tigrispajzs is jöhet, bár igazából nem nagyon vannak ninják, úgyhogy nem tudom, hogy ére valamit egyáltalán a főnix cipő, pamflet, az nagyon jó. Ez nem kell, igen, és akkor a kosztüm és hajlánda, 5AK-s férfi futban vagy olimpiai mez. Ezt erre akartam kitérni, és mindjárt mondom is. Na, szóval ott tartottam, hogy ugye eldobáltam a PvP-s hajaimat, volt egy 15%-os ura, meg egy 15%-os harcos elleni hajam, de mivel ugye egyáltalán nem PvP-ztem, ezért úgy gondoltam, hogy tök felesleges megtartani, és eldobtam, mondom, úgy is lehet venni ugye az NPC-knél. Hát utólag döbbentem rá, hogy csak 10%-os lehet venni. Jó, nem volt már sok nap egyébként, talán ilyen 6 nap volt belőlük, de jól eldobtam, és így most nincs PvP-s hajam, úgyhogy azért is gondoltam, hogy bosszokat farmolok, hogy hát, hogy ilyen kosztüm és hajládát kapok. És akkor tudok majd nyitni belőle, mert nem létszükség, abszolút nem létszükség. De mondjuk egy ilyen kéksárkány gyilkossal azért már egész jó PvP-zgetni. Plusz ugye mostanaság, hogy ilyen alapból kevés is az ember, meg egyebek. Vagyis hát nem emiatt, csak alapból már úgy felvetült bennem is a dolog, hogy igazán varozhatnánk egyébként. Esetleg, csak hát alapból nem nagyon vannak soha fönt, tehát ugye a C-ből is nagyon kevesen vannak állandó jelleggel fönt, most ugye meg is nézem, hogy hányan vagyunk most is fönt. Most is 5 vagy 6 ember van fönt összvisz, úgyhogy majd velem együtt. Na most, ha kiállunk egy ilyen százasokkal teli PvP-s full izés mindenes C ellen, akkor azért az úgy nem olyan jó. Úgyhogy... Erre még majd gyúrni kell. Na lássuk, hogy miket kaptam megint, mindenféle pamflet, kosztüm és hajláda, meg ezer millió dolog. Feleslegesebbnél feleslegesebbek, de persze vannak jók is. Azt mondja, hogy a tigris pajzsot megint elrakjuk, solyom pajzsot is. Ezt nem kell, ezt se kell. Opa, hova mész? Azt mondja, van egy mennyékeny karkötő is, az is jó. Kristálykaros nem kell, kosztüm és hajláda, női. Szörnyek ellenérő 2%-os azra elsisak nem kell, elit frizura ládával pedig sámánok ellenérő 15%, ez se kell. Köszönjük a részvételt. Gyorsan lecsapkodom ezeket. Fú, de nagyon-nagyon tetszik ez a három irányú egyébként így, hogy pés. Nagyon-nagyon jól néz ki szerintem. Na, megyek még az 1-es CH-ra. Na, itt is vagyok, itt van a jégboszorkány, aminek borzasztóan örülök, mert ugye most CH1-en vagyok, és itt rendszerint nem szokott itt lenni. Bár igazából megmondom őszintén, hogy nem nagy... hogy mondják ezt ilyen fejlemény, hogy itt van, mert amennyi játékos abba hagyta, nem tudom, hogy ki farmolja ezt egyáltalán, ugye én is az utóbbi időben abba hagytam teljesen a farmolását. Úgyhogy igen, lehet, hogy ettől nem kell félnem, hogy nem lesz itt, amikor jövök. Mit akartam még? Szerintem igazából olyan más nagyon nagy fejlemény nem volt. Igazából fejlődtünk rá, így gyűlnek itt az új mapos fejlesztések, most egyre több új dolgot kapok, mert ugye eleinte mint csak ilyen 2-3 sornyi volt, aztán most megint már majdnem dupla annyi van. Igazából nem bizony, hogy be kell bármihez is, mert ugye mit tudom én, elektromágneses pengét, meg ilyesmiket, napkardá, meg ilyennél lehet alakítani ugye az egyik NPC. Ezt meg is nézhetjük majd egyébként, hogyha most kimegyek, majd a tábik után úgyis kimegyek. Megnézhetjük egyébként, hogy miket lehet belőlük csinálni, de... Nem hiszem, hogy van olyan, ami engem annyira érdekelne, plusz nem tudom, hogy csak ezek kellene hozzá, vagy még más is. Na, hát sajnos legendás, aki miatt megint nem kaptam, de kaptam értékes dolgokat. Kristálynyakláncot már fő se veszem. Azt mondja, hogy tűzmadárcipőt, hát elrakom, hát ha kell valakinek. Ezt eldobom, ezt ide rakom, mondom, eldobom, és az elit frizura ládából pedig megint egy sámánok elleni, ezt nem mondjátok, olyan, ezt nem hiszem el. Ja, mert nem tudom, minek verem le őket, úgyis megyek át B2-be. Persze, hogy átmegyek 10 millióért, bőven megéri. Igaz, még eddig még fele annyit nem farmoltam ki a három boszorkányból, de nem baj.
azt mondja, hogy egyébként azért jöttem át, hogy a tábit megkeresem, és megpróbálom leverni, de ugye láthattátok ti is videóban talán még jó néhányjal ezelőtt, hogy esélyem se volt, itt van a parancsnak egyébként, az egyik, nem tudom, ott a másik is, igen. Esélyem se volt, lecsapott, mintha hogy se lettem volna. Most kíváncsi leszek, hogy most milyen lesz. Azt mondja, hogy az alki miatt már bekészítem előre, meg bekapcsolok mindenféle defes harmatot, mondjuk egy ilyen 5 perces, 150-es, meg mindenfélét bekapcsolok. És akkor megpróbálkozunk vele. Be kéne lögdösni a falhoz. Mondom, a falhoz kéne belögdösni. Jó, bekapcsolom az alkimiát. Most hova futsz? Ezt nem hiszem el. Most mit szórakozol velem? Mint a saját karakteremre gondolok. Jó, hát persze a nem átváltott formáját azt könnyű lecsapni meg. Hát nem is kíséri senki. Úgyhogy ezt sejtettem, hogy nem lesz egy nagy művészet. Igazából az a kérdés, hogy átváltás után le tudom-e majd venni, és ő nem-e csap le egy ütésből. De! Bizony, hogy lecsap. Tehát 950-es deffel is rám csapdott 27 ezret, és ott sem voltam, tehát így ez kemény. Még esetleg egy dolgot megpróbálhatok, de ha nem jön be, akkor az elég nagy veszteség, hogy bekapcsolok mindenféle ilyen sárkány cuccost. Ezzel megnő majd a defem, meg a támadó értéket, védelmet és életerőt is bekapcsolok, meg visszahívjuk a Razadort, meg kikapcsolom a mámort, kíváncsi vagyok, hogy úgy hogy bírom. Aztán kiderül. Mert végül is a mámort azt lehet kompenzálni zöld itallal is. Lehet, hogy itt tényleg nem jön olyan jól, hogyha be van kapcsolva a mámor. Majd kiderül. Hát az ütésemmel nincs gond, tehát a sebzésemmel nincs gond. Előfordult egyébként, hogy tényleg a mámor volt a baj, most annyira hű, de nagyon nem sebez rám, attól függetlenül a kezem rajta van a sárkány áldáson, hogy mégis rám vágna egy nagyot. Nem bízom a véletlenre, bár az a baj, hogy amennyi sárkány áldást elhasználok azért, hogy leverjem, az nem biztos, hogy megéri. De tény és való, hogy így, hogy nincs benne a mámor, így azért nem olyan nagy a sebzése, bár az is igaz, hogy most bekapcsoltam mindenféle buffot, úgyhogy az is közre játszhat, de legalább így viszonylag azt mondom, hogy lebírom verni. Azért 10 000 fölött sebzek rá alappal, úgyhogy az végülis nem is olyan rossz. És mindjárt meg is hal egyébként. Szerintem még egyedül soha nem vertem le a tábornokot, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mit droppol. Na lássuk, lélekkő, csavart kulcs, sólyompas, csavart kulcs hátán. Hát, oké, ez igazából annyira nem győzött meg, ez korán sem hozta vissza az árát a sok elhasznált mi az sárkány áldásnak, de hát mindegy, plusz 3-as nem el is dobom. Akkor jöhet a következő. Csak jó lenne, ha ide jönne hozzám ő, mert nem akarom behúzni az összes setout. Na gyere, gyere parancsnok. Ja igen, erre nem is sebzek olyan sokat, ráadásul, mert ugye erre nem hat az ördög jeleni erő. Ez igencsak meglátszik. És maradt fülbe. Ja, le is vertem közben. Akkor ideje csapkodni. Ezért visszateszem a kezem az életáldásra. Nehogy elmit meglepetések érjenek. Hát tény. Tény is való, megmondom a frankót nektek. Tény is való, hogy nem sebez olyan hűde nagyokat rám így, hogy nincs bekapcsolva a mámor. Úgyhogy biztos, hogy van benne valami jó. Hát ezt mondjuk én is tudtam abszolút teljes mértékben, hogy a mámor leveszi a védelmet. Megmondom őszintén, a tábornokon kívül még sehol nem volt szükségem arra, hogy levegyem. Mondjuk lehet, hogy nem ártott volna, ha a sárkánynál sincs bekapcsolva. Hát majd lehet, hogy megpróbálom egyszer, hogyha elmegyünk sárkizni, akkor megint, hogy nem kapcsolom be. Most ki fogom centizni, nem akartam elnyomni életáldást. De jól is tettem, mert a Quillin azt tette a dolgát és misszelt rám folyamatosan. És le is ütöttem, azt mondja, hogy most már csak a lényeges dolgokat veszem föl. Kosztüm és hajláda, vérvörös gyöngy, kék gyöngy, kosztüm és hajláda, még kék gyöngy. Csavart kulcs, azt mondja, hogy mennyei könyv fülbevaló, csavart kulcs hátán, mennyei könyv nyaklánc, és ennyi, a többi már nekem nem kell. Igen, kék gyöngyre, amit szükségem lesz most, mert nem is tudom, mit akartam húzni, meg nem mondom nektek, és ahhoz kék gyöngy kell. Lehet, hogy a sárkány, kék sárkány gyilkos, lehet, hogy pont azt akartam húzni egyébként. Na lássuk, kosztüm és hajlád a női, egy sivatagi harcos fekete nyílt belőle, a férfiból pedig szintén ugyanez, amit nem tudok már hova rakni. Bírom, hogy 2 napja még az volt a bajom, hogy nincs eladni való cuccom, most meg annyira tele vagyok, hogy nem tudom hova rakni a cuccot, na mindegy. Most leveszem a
kesztyűt, és visszamegyek map 1-re, és akkor megnézzük az új mapos fejlesztőket. Ja, meg kikapcsolom az alkimiát ki kell kapcsolni. Bár egyébként, hogyha már itt tartunk, most te hülye vagyok, hát azon gondolkozom, hogy ennyire simán végigmehetek az összes CH-n a tábikon, úgyhogy megyek tovább. Haha. Na, itt is vagyok. Szóval még mielőtt kimegyek, akkor map 1-re. Akkor előtte megnézem a másik két tábornokat, és hoppá, itt van mind a kettő, azért kettőt nem kéne behúzni, a mámot meg nem tudom, a fenének kapcsoltam be egyébként, de jó, hogy bekapcsoltam. Azt mondja, hogy gyere, gyere parancsnok. Viszont lehet kipróbálom a... Ajaj. Ja, tudom, jó, leesett, mélyebb zakén keveset. Egy az, hogy nincs benne az alkimia, a másik meg az, hogy ugye már pont az előbb mondtam, hogy nem hat rá az ördög. Tehát erre alapból is kevesebbet sebzek. Viszont szerintem a harmatokat visszakapcsolgatom szépen, mert azok már 6-szor lejártak szerintem azóta. Hoppá! Ja, bent hagytam a mámor, de hülye vagyok. Jó, mindegy. Semmi gond. Kezdjük előről. Csüggedek én itten. Azt mondja, hogy újraéledünk. És akkor nem kapcsoljuk be a mámor. Viszont nyomok szerintem egy zöldet. Másik parancsnok nem kéne, hogy észrevegyen. Gyere! Ahó, miért vak vagy, vagy mi? Nem akar jönni. Nem akarja az igazságot, közben megint megdöglök. Most viszont nem értem miért, nincs bekapcsolva a mámor. Ez csak 6000-eket sebez már, amikor betalál. De gondolom kritelni is tud aztán, akkor igencsak leugrál az életem. Most jelenleg egyébként, mindjárt megmondom nektek, hogy 40% kitérésem van. Ami nem rossz, de lehetne sokkal jobb is. Tehát amint hallottam, egy néhány embernek már ilyen 70-80% körül van, hát nem ártana nekem is egy hasonlót összehozni. Ugye sajnálom, hogy a vértemben nincsen kitérés, kőfortély van benne. Hát most már nem tudok mit kezdeni, nem tudom, hogy van egyébként az öreg szivarnál ilyen javítástekercs, vagy szellemkőtekercs, nem akarom kiszedni, mert lusta vagyok mind a hármat visszapakolni bele. Meg gondolkoztam azon, hogy kékságen gyilkosba is kiszedem az átható követ, és inkább vari követ rakok esetleg bele. És akkor azzal már úgy tényleg egész szép sebzésem lenne, lehet szerintem marad így. Összvisz, hogy mennyiénk a nyakláncot kapom, ami így bónusz, úgymond. Lélekkövet, meg csavart kulcsokat. Amit nem baj, hogy gyűjtögetek, mert legalább, hogyha megyünk majd sárkizni, akkor legalább nekem is lesz, és nem kell kunyerálnom. Mert nem tudtam régen leütni a parancsnokot, és... Prósura meg Greenbab annyit farmoltak, meg Shinobi is, hogy hihetetlen. Én tényleg most itt eszembe Shinobit mostanában nem is láttam fönt. Érdekes. Nem tudom, hogy abba hagyta el, vagy a suli miatt esetleg, vagy nem tudom. Ugye sokan lehet, hogy ezért hagyták egyébként abba, ezen gondolkoztam, hogy a sulinak a kezdete miatt, vagy nem is. Mert ugye benne volt az is, hogy sokan egyébként a rémhír miatt hagyták abba, hogy ugye úgyis bezár a szerver, akkor minek küzdjenek. Volt, aki amiatt hagyta abba, mert ugye már nem látott értelmét a játéknak, mert hogy ugye nem volt már cél, úgymond neki, tehát mindene megvolt, amire szüksége volt, és nem volt értelme úgymond játszani. Viszont arra gondoltam, hogy sokan meg lehet, hogy esetleg a suli miatt hagyták abba, ugye, hogy mindjárt itt a suli, aztán majd nem tudnak annyit játszani. Aztán lehet, hogy Shinobinál is ez a helyzet, meg sok másik embernél, nem tudom igazából. Viszont... Ajaj, nem a 19000-et rám vágott, hát ezt nem hiszem el. Pedig még gondolkoztam is, hogy nyomni kéne azt a rohadt áldást. Na mindegy, már alig van életed, tehát mire újra éledek, addigra 6-szor visszatöltődik. Gyere csak vissza, de gyorsan. Hadd csapjalak le. Még nem töltődik annyira vissza az életed. Lehet, hogy egyébként a izék sebeznek rám ilyen sokat, ezek a parancsnokok, hogy ugye az ő sebzésük is benne van még bónuszba. Én nem tudom, de... Ja, baxus! Azt nem is vettem észre. Igen, baxus. Ez ilyen újfajta káromkodási forma. Nem volt fönt a kesztyűm egyébként, csak így mondom. Király. Na, hát igen, így egy kicsivel több dolgot dobott. Mennyék önnyaklánc, gyöngy, kék gyöngy, fehér gyöngy, mind a három gyöngyöt kaptam. És be is teltem a helyjel. Lélekkő, csavart kulcs hátán, még egy csavart kulcs. És most vagyok CH2-n, tehát akkor még megyek CH3-ra. Na, itt is vagyok, megint egy kupacom van a két tábornok. És visszarakom a sárkánykő, aki miatt mielőtt elfelejtem. Razadort előhívjuk, és akkor mehet a móka. Csupa móka és kacogás, amikor rám vág 19, meg 20 ezeret, meg 30-at, aztán rögtön kidöglök a francba. Annyira nem rögök azért. Mindjárt meg akarom nézni egyébként. Szerintem nem mutatja, amikor ezt a sárkányisten bónuszokat benyomom, ugye azt nem mutatja egyébként
a C betűnél, ugye a statiszt, vagy miért nem statisztika, hanem statoknál, mert ugye 941 úgy a védekezésem, hogy benyomtam egy elixírt, de nyomtam mellé egy ilyen sárkányisten védekezést, és nem mutatja annak a hatását, úgyhogy sejtem, hogy ez csak ugye háttérbe megy, mert kiírja, hogy van, és tényleg észrevehető, csak hát igen. Fizikailag nem mutatja, hogy ez pontosan miben nyilvánul meg, bár jó, ki lehet számolni, mert fönt ide kiírja, hogy mindjárt meghalok. Ugye 10-12-15% körül van a védekezés, ami azt jelenti, hogy kb. 90-et pakol hozzá. Valószínűleg egy kicsit többet, ilyen 100 valamennyit. Nem akarok meghalni, értsd már meg! Azt akarom, hogy te halj meg! Na, gyerünk, most már meghalhatnál, és még ott a másik is. Csak most ne vedd le, csak most ne vedd le! Jó, nem vedd le! Gyere vissza a parancsnak, téged gyorsan kinyírjak. Jó, meg is haltál. Mondom, meghaltál. Mit nem értesz az, hogy meghaltál? Köszönöm. Elite frizura láda, végre, végre, legendás Core Draconis és egy antik is, mindjárt ki is nyitogatjuk őket. Kék gyöngy, kosztüm és hajláda, csavart kulcs, lélekkő, még egy csavart kulcs, királyság. Jó, akkor menjék a nyakláncot, menjék a nyakláncot, azt átrakjuk oda, na akkor nyitogassuk szépen fontossági sorrendbe. Így, na, kosztüm és hajláda női. 3% félember, nem kell. Elite frizura láda, ninják ellenérő, nem kell. Kosztüm és hajláda, férfi, 5% szörnyek elleni, az nem rossz. Az maradhat. Nem is tudom, hova rakjam, szerintem lerakom ide. Így gyűjtöm. Antik, sárkány rubin és legendás Onyx van benne. Opa, pont itt van. Azt mondja, hogy az igen, hibátlan, hibátlan volt benne. Az kemény azért, az durva. Nem gyenge. Wow, hát ez kemény. Na jó, oké, na megyek a következő tábornokhoz. Nem kapcsolom be egyébként a mámort, mondom, nem kapcsolom be. Gyere tábornok, egyszer élünk. Vagyis hát te egyszer fogsz, mondjuk én már jó párszor meghaltam a kezed által, de mindegy. Részletkérdés. Szó vicc. Na, szerintem ennyi dolgot nem jártak le a harmadik, úgyhogy azokat nem kapcsolgatom be. Kesztyű fönn van, most nem játszom el még egyszer ugyanazt a történetet. Oké, na hát is váltott. Egyébként fura, hogy ezek a parancsok nem dobnak semmit, ugye a GF-en ezek igencsak szép dolgokat dobálnak egyébként. Nem tudom, XP-t hogy adnak. Mondjuk attól függetlenül itt igencsak érdekes lenne ezeket a tábornokokat farmolni, hogyha ekkorát sebeznek, és egyébként alapvetően a sebzéssel tök könnyű leverni, úgyhogy nem tudom, hogy így valaki ezeken akarna fejlődni, ezeken a tábornokokon, akkor valamilyen ilyen irdatlan defet kéne építenie, meg ilyen nulla izét támadást, így mínuszba kéne vinni a saját ütését, hogy ne verje le, vagy nem tudom. Hoppá, megint megdöglök. De tényleg itt többen van a hús, mint a leves, mert amennyi sárkány áldást elhasználok, annyi pénz nem jön vissza ezektől, de hát mindegy. Igen, igen, muszáj volt 13 000-et rám vágnia, ezt feltétlenül muszáj volt. Már kérni is akartam egyébként, hogyha nem vágsz rám ennyit, nem is éri meg egyáltalán ütni, tehát nincs értelme így az egésznek, de hát mindegy, ő azt mondta, hogy hát akkor átvágok, hát most ezen nem múljon, tehát tényleg rajta biztos, hogy nem múlt. De most ha megint rám vág egy ilyen rohadt nagyot, én nagyon dögös leszek. Rohadt jól néz ki ez a hibátlan sárkány Onyx, kár, hogy semmi értelme, mert gagyik a bónuszok benne. Valami über brutál, nyílelenállásos, meg életerő, meg nem tudom mik lettek volna benne, azért az úgy egész jó lett volna. De hát sajnos így 3 optosan nem sok használt veszem, mondjuk 5 optos lett volna, akkor az úgy ütős. Na, mondom, leverem, hát most mi van, megint regenerálódott? Hát ezt nem hiszem el. Na, király, lássuk mit kaptunk. Lélekkő, csavart kulcs, sólyompajzs, csavart kulcs. Mondom, megint egy csavart kulcs, fekete vasvért, király. Jó, na akkor van néhány bizniszem, amit el kell intéznem ma apedjen, és jövök vissza. No, újra itt vagyok. Hát újfent egy sajnálatos dolog történt, ugyanis Flopaner is abba hagyta. Kicsit így váratlanul, bár már fedzegette a dolgot, de végül úgy döntött, hogy nem folytatja tovább. Nekem adta a cuccait annak ellenére, hogy neki is ugyanazt elmondtam, mint mindannyiótoknak, akik eddig abba hagyták, hogy ugye mégiscsak jobb lenne, hogyha megtartanák a cuccokat, megtartaná ő is, mert hát ha sose tudni, hogy mi történik, hogy visszajönne még. De mindenképp hajthatatlan volt, és nekem adta a cuccokat.
Na most anya ugye lelkemre kötötte, hogy adott nekem egy ilyen 35% mobos fehér dragort, és kihangsúlyozta, hogy ezt használnom kell, mert ő ezt nekem szeretné adni. Úgyhogy, ám bár egy rohadt drága cuccról beszélünk, és tényleg nem szoktam az ilyeneket megtartani, és amit, na mindegy, de mivel külön kérte ezért, tehát félre ne értsétek, én most nem sajnálkozok, hogy jaj, de szar nekem, hogy 35%-os mobos hátasom van, csak ezt mégse én szereztem, de hát mindegy, ha ennyire szerette volna, akkor eleget teszek a kérésének, és használni fogom, mert tényleg jól jön, tehát vágytam rá, meg szerettem volna előbb-utóbb venni egy ilyet, csak nem így, hogy a semmiből ingyen kaptam, de mindegy. Az a lényeg, hogy kaptam egy ilyet, mondta a pántot is, hogy kombináljam az enyémmel, ugye az enyém is 10%-os, úgyhogy ezt is meg fogom tenni, és kaptam tőle még egy nyalókát, amit Mitsukinak fogok adni majd. Remélem, hogy nem hallotta, mert meglepetés, majd a holnapi nap folyamán odaadom neki. És kaptam még tőle 102 darab forgatót, és Farm Wok csőtől még kaptam 20 darabot, úgyhogy a nyakasomat is forgatni fogom, meg Mitsukinak majd a pajzsát is. Na most annyi, hogy amit Flopanertől kaptam pajzsot, az egy picivel jobb, mint az enyém, úgyhogy ezt úgymond lecserélem, ezt fogom használni. Ugyanazok a bónuszok vannak benne, mint az enyémben, csak annyi különbség, hogy ebben van 15 kivédés is. Az enyémben állatok és ügyesség van mellette, de a 15 kivédés nagyon jól fog jönni nekem, viszont az én pajzsom is elég jó szerintem. Ájulás, immun, élőhold, ördög, állat és ügyesség. Úgyhogy ezt is ki fogom sorsolni, mindjárt megmutatom akkor pontosan, hogy miket is kaptam tőle. Ugyanis azok majd a tieitek lesznek, ugyanis ki fogom sorsolni azokat is. Természetesen. Szóval adott nekem 2 darab méregkart plusz 9-et, egy fekete vasvér plusz 9-et, lazuló plusz 9-et, mennyei könnyakas plusz 9-et, sólyompas plusz 9, lélekristályfűbe való plusz 8, fehér arany karkötő plusz 9, plusz 6-os félelemmaszkok, ébenfakaros plusz 9, viharhercegi kosztüm plusz 0, aranynyaklánc plusz 9, ébenfafüles plusz 9, 2 darab moatekercs. Mondjuk ezekkel a színes kagylókkal még nem tudom, hogy mi lesz, lehet, hogy azokat mondjuk fel fogom használni, azt még én sem tudom, megmondom őszintén, mert szerintem pont ilyen színes kagylók lehet, hogy nekem is kellene valamilyen fejlesztéshez, az még majd kiderül. Na, mi történt? Nem tudom, mi történt. 99%. Ja. Jó, úgyhogy akkor lesz most majd egy forgatás, aztán elmegyek kombinálni a pántot, akkor forgassuk meg a nyakasomat, aztán Mitsukinak a pajzsát fogjuk még forgatni. Azt mondja, hogy... Ja, igen, ebbe TP is kell, úgyhogy 2000 TP alatt és 10 crit alatt nem állunk meg. Hát még TP is alig akar beleforogni. Eddig semmi. Még mindig semmi. Na most van benne TP, de hát ezek katasztrófa optok. Azt mondja, hogy ebben csak 5 crit van. Ez nem nyert. TP sehol. Hát ebben csak 1500, de mellette nagyon gagyi. Ebben sincs, ebben crit nem volt. Aztán még mindig sehol a TP, na most van benne TP, 20 XP bónusz, de hát crit nincs benne. Ebbe sincs crit. Ebbe sincs. Na, hoppá, várjunk, ezt nem láttam. De ebbe sincs, pedig bíztam benne, hogy van. Az utolsó pillanatban észrevettem a 2000 TP-t, de feleslegesen. Na, de hát ez is, ez mi? 2000 TP, 10 crit, 5 ájulás, az tök jó, és akkor mellette van ilyen max MP 70, meg 12 MP-rek, tehát ezt nem hiszem el egyszerűen. Hát szerintem ezt forgatom tovább, mert 5-ből 3 az nem éppen elfogadható. Jó, persze nem azt akarom, hogy olyan über brutál legyen, hogy megszólal, meg ágybozza a reggelit, de azért nehogy már max MP legyen benne mellette, mert azért az nem olyan jó. Na, mondjuk ez nem rossz, tehát ezt szerintem meg is hagyom, 2000 TP, 10 crit, 15 nyílellenállás, 20 TP-re és 5 MP veszteség. Szerintem ez maradhat, nem a legjobb, de marad most egyelőre.
és szerintem akkor más nem is kell forgatni. Nekem legalábbis biztosan nem. Vagyis hát, de lehet, hogy kéne, de most nem fogok. Mert jók ezek így, hogy vannak. Aztán majd a Mitsukinek forgatunk még. Jó. Na akkor menjünk, kombináljuk a pántot. Na ezt nem tudom, tudtátok-e? Két nyalókát is fölbírok tenni. Ezt nem tudom, hogy ti tudtátok-e, vagy sem. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen alul informál, de ez durva. Én nem tudtam, hogy fel lehet tenni két nyalókát. Fent van. Én csak kíváncsiságból kipróbáltam, de fel lehet tenni. Na mindegy. Akkor kombináljuk. Ezt átteszem ide. Jó. Akkor leveszem az én pántomat. Aztán reménykedem benne, hogy sikerül. Jó lenne, nagyon-nagyon jó lenne. Megpróbálom lehúzni. Ah, ez is megvan. Na, lássuk, akkor azt mondja, hogy... Na, most nagyon-nagyon beakadtam. Most mi történt? Jó. Akkor lehet belőle egy ilyen 10-20%-os pánt. De miért ez lesz benne? Akkor nem, akkor fordítva, nekem a mesterpánt kéne. Akkor így fordítva. Akkor is lordpánt lesz belőle, hát ez milyen köcsökség. Na mindegy, akkor marad az eredeti felállás. Most a lordpánt lesz belőle, hát lordpánt lesz belőle, pedig jó lenne, hogyha ilyen lenne, de hát egy. Na, hát drukkoljatok, ez azért már durva a két darab 10%-os pánt. Húzd a tárgyat az ablakba. Mi az, hogy húzzam a tárgyakat az ablakba? Ezt nem értem. Lehet, hogy mégiscsak fordítva kéne. Lehet, hogy mégse lehet a két különböző fajtát. Ezt most nem vágom. Ezt nem értem, hogy miért van. Mi az, hogy húzzam a tárgyakat az ablakba? Húzz a tárgyakat, ezt nem értem. Ezt most tényleg nem vágom, hogy ilyen komi van. Hát akkor valószínűleg nem lehet ugyanolyat. Ja, nem is ezt akartam felvenni, hanem ezt. Hát akkor majd megpróbálom elcserélni, vagy nem tudom. Hát akkor ez most nem jött be. Jó, akkor ez a fehér dragol. De jól néz ki, nem semmi. Egész gyors is. Na, de most le akarok szállni. Ugye ígértem nektek, hogy megnézzük akkor az új mapos fejlesztéseket, hogy mire kellenek, úgyhogy most azokat meg fogjuk nézni. Na, itt is vagyok. Hát igen, ilyen runakardhoz kell plusz 5, vagy plusz 6, vagy plusz 7, plusz 8, plusz 9-es csatakard. Ilyen. Hát igen, az új mapos fejlesztések ide kellenek. Ahogy látom, tűzcipőt is lehet csinálni, plusz jégmadár cipőből, természetesen az nincs. Mondjuk ez elég durva cuccok kellenek. Aztán mi van még? Ja, hát igen, itt lehet ilyen mindenféle dolgokat csinálni, mondjuk nem tudom, ilyen nem nincs is szerintem, ilyen gránátom. De ez a gránát, ez mi? Ez izé kohó akar lenni? Talán. Fele tudja. Szóval ilyeneket lehet csinálni. Mondjuk ez nem is drága, ilyen lélek, a hátgyöngy kell hozzá, meg energiatöredék, meg... Hát de elvégül csak olyan 250-300 millióra jön ki. Hát ja, lehet itt jó dolgokat csinálni, végül is. Napkard is itt van. Az igen. Szép támadó értéke van, 2.30-tól kezdődik, plusz nulláson. Mondjuk lehet, hogy aztán ilyen kellene egyébként majd PvP-re, nem a... Mondjuk lehet, ilyet tudnék is csinálni, nem tudom, most nálam van ez elektromágneses penge, mert természetesen nincsen, mert már szerintem azt is eladtam. Még 10 ezüst kapcsom sincsen, szóval igazából tök mindegy. Úgyhogy ez van. Na, kitalálom, hogy még mit csinálok. Aztán kitaláltam, akkor jövök vissza. De, ja nem jövök vissza. Mert ugye azt már mondani akartam, vagyis mondtam is szerintem, nem vagyok benne egészen biztos, hogy ugye a Flopaner által felajánlott dolgokat is szeretném majd kisorsolni. Most nagyon elég későre jár az idő, úgyhogy ma már biztos nem fogok ilyen bujócskás és egyéb dolgokat tervezni. Viszont az elkövetkező napokban, várhatóan inkább hétvégén, lehet, hogy lesznek ilyen kis apró nyereményjátékok, amikor így megint bujkálok, vagy valami játékos dolgot kitalálok. És valamilyen szinte megvan már a tervünk egyébként Mitsukival, hogy mik lesznek a nagyobb nyereményjátékok, amikor majd lazuló plusz 9-et és egyéb dolgokat lehet nyerni. Tehát azokhoz mindenképp valami másfajta nyereményjátékot találunk ki, de azoknál
apróbb dolgokat úgymond idézőjelbe, azokat majd ilyen játékosabb úton is meg lehet szerezni. Hát persze szerencse kérdés, hogy ki van fönt akkor. Ezt senki nem tudom megígérni, hogy majd akkor fogom tartani ezeket a nyeremi játékokat, amikor fönt van, úgyhogy ha lehet, akkor ne is kérdezzétek, hogy mikor lesz, vagy lehet-e ekkor, meg lehet-e akkor, mert még én se tudom. De ha tudni fogom, akkor is fix időpont lesz, tehát nem ilyen választható opciós. Viszont igazából akkor ez a videó ennyi is lett volna, közben rájöttem, mert tényleg még én sem tudom, mit fogok csinálni, meg már, hát mihez képest elég későre jár az idő. Úgyhogy remélem tetszett a videó, aztán én meg abban reménykedek, hogy mindent elmondtam, amit akartam, remélem. Aztán igazából ennyi. No, én Hubian voltam, sziasztok!